1989 óta minden évben január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. A Makói Signumban is hagyományosan megemlékeznek erről az eseményről. A rendezvényen tiszteletét tette Kotormán István református lelkész, Bíró István görögkatolikus parókus és Pálfai Zoltán római katolikus plébános is. Az iskolában dolgozó Mészáros Ildikó magyar tanárnő véleménye szerint a Magyar Kultúra Napja nagy jelentőséget képvisel, eszmeiségének átadásában fontos szerep hárul az oktatókra. Nagyon nehéz arról beszélni, amit naponta megélünk, hiszen ahogyan nyilatkozunk, gyönyörű magyar nyelven, ahogyan megfogalmazunk gondolatainkat, ahogyan olvasunk akár egy újságot, akár egy verset, az mind a magyar kultúránk része. Az is, ahogyan öltözködünk, az is, ahogyan énekelünk, az is, amiről énekelünk. Nagyon nagy teret hódít mostanában a kevésbé igényes kultúra, és az, hogy a gyerekek igényesen tudják kifejezni gondolataikat, ez a magyar nyelv, illetve magyar tanárok feladata, hogy teljesítsék ezt a küldetést. Az iskola 7. osztályos tanulóinak egy része plakáttal illusztrálta a himnuszt, míg egy másik része egy jó gyakorlat keretein belül elkészítette a Magyar Nemzet emlékkönyvét. Antal Tamás, 7. B osztályos tanuló is részt vett az utóbbi összeállításában, mint elmondta stábunknak, a munka folyamán jól összerázódtak a csapatok. Ezt az emlékkönyvet nagyon szerettem készíteni, hiszen én szeretem az informatikát. Én például a járműveket, a magyar hírességeket, kutyafajtákat csináltam. Azért tartottam jó ötletnek, mert így a csapatok így összedolgozhattak, és jó kis munkát végezhetünk. A megemlékezés a jelenleg folyó ökumenikus imahét szellemiségéhez is kapcsolódott. Pálfai Zoltán római katolikus plébános elmondása szerint a rendezvény sorozatnak fontos távlati céljai vannak. Tudatosítsuk, hogy egy Jézushoz tartozunk, egy keresztségben részesedtünk, mindannyian, reformátusok, evangélikusok, katolikusok, ortodoxok, görögkatolikusok, stb. És ennek nyomán legalább ezen a héten, különösképpen is közös imádságban, az igehirdetésben egyek vagyunk. És így Makón is szépen végigmegyünk, az összes közösség templomát végiglátogatjuk, közösen imádkozunk, építjük ezt a távlati egységet. Az esemény kiemelkedő pontja volt továbbá a himnusz közös elszavalása is, mellyel méltó emléket állítottak a mű megszületésének 195. évfordulójára a Magyar Kultúra Napjának alkalmából. Őseinket felhozzád, Kárpát-Szentmércére, általad nyert szép hazád.